Sziasztok! Ebben a videóban elkészítettük nektek a Mi van a telefonunkon című videót, ugyanis visszanéztük a múltkor a kommenteket, és nagyon sokan írtátok, hogy legyen olyan videó, hogy mi van a telefonunkon, főleg a fordítós kihívás alatt, mivel ugye ott a telefonunkról olvastuk le a dolgokat, és kérdeztétek is, hogy milyen a telefonunk, stb. Úgyhogy ezt most elkészítettük nektek, és látni fogjátok azt is, hogy Pandinak, illetve nekem mi van a telefonunkon, milyen alkalmazások. Reméljük, hogy hasznos lesz nektek, és hogy tetszeni fog ez a videó. Jó. Tudják, hogy Panni vagyok? Panni vagyok. Oké. Okay. Jól van. Az én telefonom egy Sony Xperia E3 telefon, fehér színű, mint látjátok, és pont múlt héten kaptam rá egy ilyen headcase tokot, ami pálmafás, és nagyon jó, ilyen gumis, ami elvileg jobban véd, mint a sima. Valamint az elején van egy ilyen matt fólia. Az igazság, hogy még az alatt van egy másik fólia, amit csak azért raktam fel rá, hogy tudjam, hogy kell felrakni egy ilyen fóliát. De a matt fóliát mindenképpen nagyon ajánlom, mivel nem nagyon látszik, hogyha zsíros, és tök jó is néz ki. Akkor nézzük. Ez a hátterem, ilyen fagyik. Az az igazság, hogy nekem nincs túl sok érdekes dolog a telefonomon, úgyhogy most barangolunk egy jót. Úgy van beállítva, hogy a legtöbbet használt alkalmazások vannak az elején. Az első a zene, második Facebook. Hát igen, az most lehet, hogy inkább nem mutatnám meg. Igen, albumok, Messenger. Ilyen jegyzet alkalmazás, az a neve, hogy Keep, és ez eredetileg is a telefonom volt, de szerintem le lehet tölteni, mert a Google-höz kapcsolódik, azt hiszem, és nagyon jó, mindenféle jegyzeteket lehet belecsinálni. Az a lényeg, hogyha hozzáadok egy jegyzetet, akkor lehet címe, lehet beállítani ilyen pontokat, és itt ki tudom pipálni, hogyha valamit megcsináltam, ami szerintem tök jó. Valamint ugye szint is lehet neki választani, és emlékeztetőt is be lehet állítani, hogy mikor emlékeztessen, holnap reggel, délután vagy este, vagy esetleg még ma, vagy más dátum. A következő a Snapchat, ugye hát az napság már kinek nincs. Sem is egy jó kis képet. Valam, ez így nagyon érdekes. Igen, ezután jön Instagram, még mi érdekes, WeHeartit, ennek is van egy telefonos változata, itt vannak a képek, amiket, ó, ez jól néz ki. És itt le is lehet őket menteni, hogyha tették valakinek, vagy szívelni, ez nagyon jó kép. Jól van, igen. Akkor megvan nekem ez az alkalmazás, amivel lehet ilyen kockát csinálni, valamint, hogy az Instagram képeket bekeretezi, és akkor négyzet alakú lesz, tehát fel lehet egyben rakni a képet. Szerintem tök jó, mert tök sok lehetőség van rajta. Aztán van egy ilyen rajz, ez is alapból rajta volt, néha rajzolgatott nagyon néz ki dolgokat. Ez egy nagyon jó alkalmazás, ezt Lina ajánlotta, ez a CM Security, tudom, hogy jó a kiejtésem, és az a lényeg, hogy magában vírusokat is keres, vagy egyéb problémákat, vagy hogy mennyire biztonságos a telefon, de én leginkább azért töltöttem le, mert be lehet állítani egy alkalmazás zárulót rajta, és ennél ki lehet választani, hogy melyik alkalmazásokat szeretném lezárolni, ahogy láthattátok, a jegyzet is le van zárolva nekem, valamint még Facebook, meg még mi van? Facebook? Ja, meg a képeim is le vannak zárolva, és itt lehet kiválasztani, hogy mi legyen. Az igazság, hogy innentől fogva az alkalmazásokat már annyira nem használom, tehát ezek az ilyen egyszer használt alkalmazások, azt sem tudom, hogy mire jók. Jaj, ez jó, ezt nem is használom, pedig letöltöttem. Ez egy olyan alkalmazás, amivel lehet tervezni. Igazából nekem erre azért is nagy szükségem van, mert állandóan rengeteg minden van a fejemben, hogy mit kell csinálnom holnap, mit kell csinálnom jövő héten, mit kell csinálnom következő hónapban, ilyen dolgok, mire kell félretennem pénzt és hasonlók, és ezzel nagyon jól meg lehet tervezni. Így néz ki, nem tudom mennyire látszik. Ezzel még nem csináltam semmit, ez csak egy ilyen példa, tehát akkor itt van a kiindulás, és akkor az is elágazik mindenhova, meg ahhoz is lehet mindenféle kis jegyzeteket írni. Össze lehet kapcsolni dolgokat, mondom, össze-vissza elágaznak, ami nem. Na igen.
Tehát amit ahogy tetszik, és szerintem ez nagyon jó, bár még azért nem próbáltam ki, hát nem volt rá időm, meg el is felejtettem tulajdonképpen, hogy ez van nekem, de szerintem nagyon jó. És majd fogom használni. Aztán bejut. És ezen kívül, ami van, azt már nem használom egyáltalán, tehát így ezek rá sem mentem szerintem. Úgyhogy ez az, ami az én telefonomon van, tök jó és nagyon szeretem, még viszonylag új, úgyhogy nem is lassult be. És lássuk Lináét! Szóval, hát az én telefonom egy Sony Xperia ZR, tehát olyasmi, mint van, igazából nem tudom, hogy van-e különösebb különbség. A tok rajta az eBay-ről rendelt átlátszótok, és ez egy dekorpapír, amit én beraktam. Bekapcsolom a telefonomat, és itt az órát, hogyha elhúzom balra, akkor kiad nekem egy ilyen kis naptárat, és az a jó, hogy ide beírtam még évelején, hogy mettől meddig milyen óráim vannak, tehát hogyha a suliban nem tudom, hogy milyen órám jön, akkor csak itt rámegyek a naptárra, és itt írja egymástól, hogy milyen óráim vannak, és így nem kell azzal szórakozni, mindenkit megkérdezzek. Na igen, aztán, hogyha belépek, akkor egy barátnőmmel van közös képem is, ez a háttér, és itt vannak a legfontosabb alkalmazások, amiket használok, de ezek mind benne vannak a menüben, úgyhogy ezeket most itt mutatom meg nektek. Hát ugye az elején van a Chrome, ami ugye az internet, aztán Player ruháza, ahol lehet tölteni az alkalmazásokat, üzenetek, telefon, ezek ugye mind Pannél is rajta voltak, meg alapból mindenkién rajta vannak. A zene, albumban vannak a képek, filmek, valami Sony Selected monitoron van a kamera, és van egy ilyen kis mappa ezeknek a közösségi oldalaknak így egyben, amiben benne van ugye az Instagram, amit nem tudom, hogy mindenki tud-e, hogy milyen. Itt van az Instagramunk, hogyha valaki be szeretne minket követni. Lilaxxpanny, nem kis reklám. Aztán itt van a Viber, a Snapchat, a Facebook, az a Messenger, illetve maga a Facebook, és aztán a kapcsolatok, a naptár, beállítások, feljegyzés, riasztás és óra, itt ugye az ébresztőre szoktam beállítani a térkét, tehát ezek mind így alapból rajta voltak a telefonomon, ez a sor. És akkor itt van olyan, hogy Budapest menetrend, ami azért nagyon hasznos, mert ki tudod választani magát a közlekedési eszközt, tehát egy busz, villamos vagy akár, mi nézzük a villamost, rámegyünk, hogy nem tudom, 18-as villamos, és itt, hogyha kiválasztod, hogy melyik irányba mész és melyik megállóban állsz éppen, akkor kiírja, hogy mikor jön az adott villamos, és ez nagyon hasznos, mivel wifi nélkül működik, tehát bárhol az utcán meg tudod nézni, hogy mikor jön a buszod, vagy akármi. Nagyon van egy másik menetrendes alkalmazás a Volánnak, ez már wifivel működik, de mivel én Volánnal szoktam hazajárni, ezért erre is szükségem van. Aztán van egy ilyen fényképezős alkalmazásos mappa, amiben benne van a Pinterest, ami azért király alkalmazás, mert beírsz bármilyen szót, ami eszedbe jut, bármilyen témát, és ezekhoz dob ki ilyen képeket, illetve kicsit hasonlít a WeHeartitre, ami pedig itt van, amit már Panni is mutatott, hogy nagyon szép képeket lehet találni, és inspirálódni, stb. Van még egy fényképszerkesztő, de ez is Panninak a telefonján volt, ez a Square, ami Instapic, vagy igen, Square Instapic a neve, és ez volt a fényképezés, van felső, pedig van egy Google fordító. És ez volt ez az oldal, aztán a következő oldalon van ilyen hasznos alkalmazások mappa, amivel a legtöbb az alapból benne volt, viszont van egy ilyen RealCalc, az a neve, egy alkalmazás, és ez így egy igazi számológépet ad ki neked, tehát tudsz vele gyökölt, meg színusz, koszínusz, meg minden színszart számolni, ami nekem azért jó, mert matek faktom vagyok, így, hogyha otthon hagyom a számológépemet, akkor ezzel bármit tudok számolni, úgyhogy tök jó. Egy ilyen zenemappa, és akkor ebben benne van a Shazam, ami Panni neked rajta volt? Mm-mm. Akkor megmutatom, hogy a Shazam az egyik leghasznosabb alkalmazás szerintem, mivel hogyha hallasz egy zenét a rádióban, vagy akármi, akkor internetre van hozzá szükséged, de amúgy rámész erre a kis Shazam gombra, és felismeri a zenét, ami szól. És így nem lesz olyan problémát, hogy most ó, basszus, vagy milyen zenét hallottam én a múltkor, hanem felismerted, és akkor itt már letöltöd otthon. Aztán ugyanezre a Play Now, ez alapból rajta volt, és ez is valami ilyet tud. Ez az egyik legjobb alkalmazás, ez az Audio Manager. Hogyha nem megyek alapból az alkalmazásra, akkor amint látjátok, a zenéknek, meg az ébresztőnek,
a csengőhangoknak, meg mindennek így tudom állítani a zenés dolgát, hogy mi mennyire legyen hangos. Viszont közben, hogyha itt felület nyomva tartom, akkor jelszót kér, és kiad egy ilyen rejtett oldalkát, és ide el tudsz rejteni képeket, videókat, jegyzeteket, vagy bármit, amit nem akarod, hogy bárki megtalálja a telefonodon, és emellett, hogyha bárki kutakodik a telefonodon, nem azt látja, hogy itt egy alkalmazás, amivel képeket menthetsz el, hanem azt látja, hogy egy alkalmazás, amivel a zenének az erősségét beállítod. Ezeket mind nem használom, tehát most azért nem mutogatom végig, azt sem tudom, mire jók. Úgyhogy ez így nagyon jó. Aztán itt van az Endomondo nevű alkalmazás, ami nagyon-nagyon hasznos, mivel én szeretek nagyon futni szabadidőmben, ezért letöltöttem, és olyat tud, hogy kiválasztod magát a sportágat, tehát biciklizéshez, bármilyen sportághoz jó, és GPS-szel beméred magadat, hogy éppen hol vagy, tehát kell hozzá a GPS, akkor érzékel, hogy hol vagy, de 3G az nem kell hozzá, tehát futás közben, hogyha megy a GPS, akkor csak elindítod ezzel a playgombbal, és akkor nézi az idődet, azt, hogy mennyi utat teszel meg, és ugye ezáltal kiszámolja azt, hogy mennyivel mész, és a végén, hogyha leállítod a futásod végén, akkor kiírja neked, hogy mennyi kalóriát sikerült égetned ezzel, tehát ezért is nagyon hasznos. És ugye vissza tudod nézni, hogy melyik nap mennyit futottál, tehát ez így úgymond számon tartja neked. És az utolsó oldalon van még két alkalmazás, ezeket nem tudom, hogy mire jók, valami What's New és Playfield-nek, szóval ezeket nem használom. Van egy olyan alkalmazás, aminek az a neve, hogy Being Together. Ez az alkalmazás annak hasznos, aki párkapcsolatban él, mivel ezzel lehet számolni, vagyis hogy számolja neked, hogy mióta vagy együtt a barátoddal vagy barátnőddel. Tehát nálam most 106 napot ír, be tudsz állítani hozzá a képet, és igazából erre jó, és itt alul pedig egy ilyen skálán így mutatja neked, hogy egy 100-as skálán, hogy akkor a 200-hoz még elég sok nap kell, szóval ez csak arra jó, hogy így néha rámenjek és megnézem, hogy hány napos. És az utolsó alkalmazás a Life 360, ami egy követő alkalmazás, azzal nem is hallottam róla, pedig szerintem nagyon-nagyon hasznos, és arra jó, hogy akivel összeegyezteted a telefonodat, azt látod, hogy éppen hol van, tehát hogyha akár a családoddal, barátoddal vagy barátnőddel összekapcsolódtok vele, akkor hogyha be van neked kapcsolva a Wi-Fi és a GPS, akkor megmutatja, hogy hol vagy, vagy hogy merre voltál, és hogy hánytól hányig. Ez igazából azért hasznos, mert most nem arról van szó, hogy tudni akarod, hogy hol van mindig a másik, mivel mondom, hogyha a GPS vagy a Wi-Fi nem működik rajta, akkor ugye nem mutatja ki, tehát nem az, hogy 0-24 követed, hanem szintén tudod, hogy például a barátnőd, amikor vársz rá, akkor mikor érkezik meg, hol van most, esetleg a délután, hogy merre felé ment, vagy hogy reggel a suliba mikor ér be, hogyha dugóban látod, hogy hol van, tehát én igazából így fogom fel, hogy ezért hasznos. Szóval ez lett volna a Mi van a telefonunkon című videó, reméljük, hogy tetszett nektek, ugye mivel annyira szerettétek volna látni, és hogyha esetleg vannak nektek kedvenc alkalmazásaitok, vagy valami nagyon hasznos, vagy nagyon jó, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, ugyanis mindig érdekelnek minket az ilyen újdonságok, és hát amíg lehet addig minél több jó alkalmazást letöltünk a telefonunkra, amíg legalábbis bírja a tárhely. Szóval nyugodtan, hogyha szeretnétek. És találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok! Sziasztok!